Sziasztok! Nagyon-nagyon vártam az ősz, nekem ez a kedvenc évszakom, és szomorúan kell konstatálnom, hogy már a szeptember el is telt. Nem tudom, hogy telhet ilyen gyorsan az idő, viszont már csak 2 hónapunk van az őszből, de ne rohanjunk ennyire előre, hanem maradjunk a szeptembernél és a szeptemberi kedvenceknél. Sminktermékek közül szinte ugyanazokat használom folyamatosan. Kialakult már egy olyan rutinom, ami így mindig azt veszem elő, mert hogy az vált be, azt szeretem, annak a finisét szeretem magamon, viszont vannak azért dolgok, amikkel szeretek még mindig kísérletezni, de a következő termék az nem ilyen, mert hogy azt hiszem, hogy egész szeptemberben ezt az arcra való palettát használtam, ami most így be fog tükrözni, de ez nem más, mint a Becca-nak, ez a Chloe and Malika Best Friends limitált kiadása, és nekem a Chloe változat van meg, amiben található 1 bronzosító, 2 csodálatosan szép pirosító és 1 highlighter is. Tényleg nem emlékszem olyan napra, amikor ne ezt a palettát vettem volna elő szeptemberben, aminek nagyon-nagyon egyszerű az oka, egyszerűen ezzel a palettával így letudom az egész arcomat. Jó, persze nem az alapozót, meg nem a pudert, de hogy így a bronzosítót is tudom használni. Nagyon-nagyon szép, meleg tónusú színe van. Ami szerintem, hogyha tovább fakulok, bár nyáron se igazán barnultam le, de lehet, hogy egy ilyen 1-2 hónap múlva már túlságosan sötét lesz a téli színemhez. A pirosítók közül mind a kettő nagyon-nagyon szép szerintem, és mind a kettőt előszeretettel használom. Olyan nagyon-nagyon sok különbséget az arcákon szerintem nem lehet észrevenni, ez talán egy kicsit barackosabb, viszont mind a kettő gyönyörűen mutat, mind a kettő fényt is ad az arcáknak. A highlighter is olyan, amit szerintem mikor már a bronzosítót sem tudom használni, akkor a highlighterről is le kell mondanom egy időre, mert nagyon-nagyon szép arany színű highlighter, viszont hogyha túlságosan fehér az ember bőre, akkor az arany színe miatt nagyon-nagyon elüt, és nem mutat szépen highlighterként. Viszont nem ez a lényeg, hanem az, hogy egész szeptemberben ezt a palettet használtam, mert nagyon-nagyon imádom. Gyönyörűek a színek, nagyon könnyen eldolgozhatóak, nagyon könnyen egybe dolgozhatóak, és tényleg tartósak is, és gyönyörűen néznek ki az arcákon. Nagyon szeretem. Aztán van itt 2 darab arcápolási termék is. Az egyik az a Simple márkától egy sima, egyszerű arckrém. Elvileg érzékeny bőrre van, és... Na, minek mondják ezt? Hidratáló krém. Köszönjük. Szóval ezt a hidratálót, ezt még nyáron vettem. Én akkor ugye nem használtam ilyen külön arckrémeket, viszont így szeptembertől éreztem, hogy most már szükségem lesz rá. El is kezdtem ezt használni, ezt ugye tesztelgetem, majd lesz még róla szó a drogériás újdonságok videóban is, mert hogy ott még nem debütált. Viszont most itt megmutatom mindenképpen, mert nagyon-nagyon szeretem. Egy nagyon egyszerű alapkrém, amit én különböző szérumokkal szoktam feldobni, viszont ez is tökéletes arra, hogy hidratálja az arcomat, és tudok rá sminkálni is. Fényvédőt ugye e fölé szoktam felvinni, és úgysem sok már a 2 a bőrömnek. Nagyon gyorsan beszívódik. Abszolút elégedett vagyok vele. A csomagolását annyira nem szeretem. Sokkal jobb lenne, hogyha ahelyett, hogy így ki tudom nyomni belőle a terméket, ahelyett pumpás lenne a kiszerelése, mondjuk én azt preferálom a leginkább, de ezzel is együtt tudok élni. A következő termék az egy szérum, méghozzá a Indigo Shake & Shine széruma. Imádom ezt a szérumot. És ezt is azt hiszem, hogy szeptember elején... Nem vagyok benne biztos, hogy szeptember első hetében rögtön elkezdtem használni, de hogy így szeptember elejétől már használtam ezt a szérumot. Hát így a 3. kb. Már el is fogyott sajnos. Imádom. Egyszerűen annyira szeretem azt a ragyogást, ami kölcsönöz az arcomnak. És ez egy olyan C-vitaminos szérum, ami tényleg láthatóan halványítja az én bőrömön a mindenféle pattanások után megmaradt foltokat. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a szérumot. Láthattátok már nálam ilyen kedvenceknél máskor is, biztos vagyok benne, hogy beszéltem már róla máskor is, de újra és újra meg fogom tenni, mert szerintem nagyon-nagyon jó termék. Van itt egy hajápolási termék is, méghozzá egy hajmaszk. A hajápolásomat egy kicsit megreformáltam az utóbbi időben, mert hogy áttértem
döntően a szilárd samponokra. Most vissza kellett térnem egy tubusos samponra is, mert hogy megint problémám van a korpával, viszont ezt nem tudom, ilyen fenntartó kezelésként fent fogom tartani egy darabig, de alapvetően nagyon-nagyon elégedett vagyok, és szeretem a szilárd samponokat használni, és szerettem volna a hajbalzsamokat elhagyni, hogy ne minden alkalommal tegyek hajbalzsamot a hajamra, helyette egy ilyen hajpakolást kerestem, amit hetente egyszer így hajmosás után felteszek a hajamra. Amúgy a hajvégeimet így is ápolom, csak nem hajbalzsammal, hanem mással, de majd, hogyha lesz így külön hajápolásos videó, akkor abban bővebben kitérek erre. És megrendeltem, itt Németországban a Douglas-tól meg lehet rendelni a Marianilla termékeket. Nekem ugye van hűvédőm is tőlük már, és megrendeltem ezt a hajmaszkot, ami 100%-ban vegán és állatkísérletmentes. A Marianilla egy svéd márka, és eddig ez a két termék, amit használnak tőlük, én nagyon elégedett vagyok velük, viszont az ára egy kicsit borsos. Az illata az valami elképesztően csodálatosan frenetikus. Nem tudom körülírni, hogy mégis milyen, ilyen kellemes, édes kis, lehet kicsit gyümölcsös is az illata, de nem ez a lényeg, bár megmarad a hajon, amit nagyon szeretek, hanem a hatása. Tényleg csak hetente egyszer használom, nem tudom, ilyen 2-3 naponta mosok hajat, és hetente egyszer hajmosás után felteszem a hajamra ezt a maszkot, utána mindaddig, amíg zuhanyzok, addig rajta hagyom, ez kb. Mondjuk, nem tudom, egy ilyen 5 perc. Utána már amikor lemosom ezt a hajmaszkot, már akkor érzem, hogy te jó Isten, mennyire puha, mennyire sejmes és mennyire egyenes a hajam. És utána a hajszárítás után is, hát nem igazán van szükségem arra, hogy hajvasalót ragadjak, mert tényleg gyönyörűen kiegyenesíti a hajamat, sejmessé teszi, puhává teszi. Nagyon-nagyon szeretem. Nem szeretném minden hajmosás után használni, mert hogy pont az volt a lényege, hogy csökkentsem ezeket a dolgokat, meg az ezáltal felhasznált termékeket és csomagolást, és a többi, és a többi. Úgyhogy az alatt, a heti egy alkalom alatt, amikor felteszem, akkor nagyon szoktam élvezni, és tudom nektek is ajánlani. Nem tudom, hogy Magyarországon kapható-e ez a márka. Nekem nagyon-nagyon bevált eddig. Azt hiszem, hogy ennyi volt így a szépség és a hajápolási termék. Jöjjenek az ilyen lifestyle-os dolgok, és ide fel is írtam magamnak, hogy olyan sokszor említitek mostanában videókban, hogy felszabadultabbnak láttok, hogy ragyogok, ezt szoktátok sokszor írni, ami egyrészt igaz is, meg nem is, mert megvannak a magam problémái, megvannak a magam hullámvölgyei, ugyanúgy, mint eddig, viszont alapvetően mióta abba hagytam az előző munkámat, és mióta tudom, hogy igen, amióta abba hagytam a munkámat, ez most így furán hangzik lehet, de szerintem nem, mióta abba hagytam a munkámat, olyan érzés, mintha egy hatalmas terhet levettek volna rólam, és tényleg sokkal felszabadultabb vagyok. Természetesen közel játszik az is, hogy ez egy időbe esik nagyjából azzal, miután megnyitottak, és hogy a felépülés útjára léptem. Szóval ez a kettő így akkora megkönnyebbülést adott nekem, hogy én is észreveszem magamon, hogy felszabadultabb vagyok, és nagyon-nagyon jó érzés ez egyrészt, másrészt pedig az, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon komplex téma, hogy az az Évi, akit ti láttok a kamerán keresztül, az nem teljesen az az Évi, aki a mindennapokban vagyok, mert máshogy ismernek a barátaim, máshogy ismertek ti, meg máshogy ismernek esetleg a munkatársaim, vagy a volt munkatársaim. Nekem ezzel nincsen problémám, mert szerintem mindannyian egy-egy adott szerepben másképp viselkedünk, vagy az énünknek más részét adjuk, ami nem azt jelenti, hogy ezzel hazudunk, vagy bármi ilyesmi, viszont azt a nagyon alpári Évit, tudok olyan is lenni, aki a barátnőivel tényleg nagyon-nagyon érdekes poénokon tud nevetni, és hautázik, azt nem nagyon szoktátok látni. Viszont szerintem főleg így a Vlogtobernek köszönhetően is, amit már igaz, hogy októberben kezdtem el, de előtte vlogoltam így gyakrabban, hogy így belejöjjek ebbe, és így ezeknek a vlogoknak köszönhetően is egyre többet mutatok meg abból az Éviből is, akit eddig nem láttatok.
És szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy többen is írtátok, hogy felszabadultabbnak tűnök, boldogabbnak tűnök, mint amilyen voltam, hogy így is van, tényleg, részben, másrészt pedig többet is láttok abból, amilyen tényleg vagyok. Na de a filozofálgatás után menjünk akkor a konyhába, a kedvencekért, vagy hát nem megyünk el a konyhába, mert hogy már ide hoztam a kedvenceimet. Van itt egy smoothie por. Én ebből a smoothie-t készítek, ez egy alappor a Natura márkától, és van benne spenót, csalán és árpafű, azt hiszem. És nagyon-nagyon szép zöld színe van. Azt az alapreceptet szoktam követni, amit itt a csomagoláson is lehet olvasni. 2 teáskanál ilyen port szoktam beletenni, nagyjából ilyen 200-250 ml almalépa, majd hozzáteszek egy banánt, ezt szoktam így lepürésíteni, és ez a reggelim. Nem mindig, de nagyon sokszor ez a reggelim. Nagyon-nagyon szeretem, szerintem nagyon finom. És nem mondom azt, hogy ilyen 4-5 óra hosszáig eltelít, viszont amikor megiszom ezt, megiszom a kávémat, és utána szoktam még egy teát is inni, akkor nem érzem azt, hogy te jó Isten, azonnal fel tudnék enni, nem is tudom mit. Nem tör rám ilyen óriási éhség, hanem olyan kis kellemesen eltelít. És ez ki is tart egy ilyen minimum 2-3 óra hosszán keresztül, de az is lehet, hogy tovább attól függ, hogy utána mennyire vagyok elfoglalt, mennyire van időm azon gondolkozni, hogy mikor egyek. Van itt egy tej is, ami tej. Ezt ti ajánlottátok nekem, amikor kerestelek titeket, hogy tudnátok-e nekem jó növényi tej alternatívákat ajánlani. És írtátok egy páran az Oatly-nak ezt a barista tejét. Azt hiszem, hogy az összes Oatly tej zabtej, hogyha nem, akkor javítsatok ki. És próbáltam az Oatly-tól egy ilyen vaníliás zabtejet már előtte, az nekem nem ízlett. Ezt meg is mondom őszintén, hogy a fele az így a lefolyóban landolt sajnos. Úgy voltam, hogy oké, vegyük meg ezt. Hozzátenném, hogy itt annyira nem drága, mint Magyarországon, mert itt ez a tej 2,19 € kerül, szokott rá lenni néha akció, akkor ugye még valamennyivel olcsóbb, úgyhogy ilyen nagyjából 6-700 forintért meg lehet venni, és meg is veszem azóta is. Nagyon-nagyon szeretem, ezzel iszom a kávémat, nem érzem azt a nagyon jellegzetes mellékízt, amit eddig minden ilyen növényi tej alternatívánál éreztem, mindegyiknél más-más volt ez az mellékíz, viszont ennél nem érzem. Nagyon élvezhetővé teszi a kávémat, krémessé teszi a kávémat, fel is tudom habosítani, ami tök jó, illetve sütéshez is használtam már, és ahhoz is abszolút bevált. Hoztam ide egy pár darab kiegészítőt, mert hogy rendeltem a The Mama King-től, volt augusztus végén azt hiszem Instagramon egy ilyen szél akciójuk, amikor kedvezményesebb áron lehetett megvásárolni pár darab kiegészítőt. Én pedig rendeltem 3 darab fülbevalót, mert nagyon-nagyon régóta vágytam ilyen The Mama King ékszerekre. És rendeltem egyszer egy, remélem, hogy látjátok, egy ilyen hosszúkás fülbevalót, ezt aranyszínben. Szintén aranyszínben rendeltem egy ilyen bedugós kis karikát, ami szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Szerintem ilyen vlogokban már tuti láttátok ezeket rajtam, mert elég gyakran hordom őket. És van itt egy rose-gold színű kicsi karika is. Nem tudom, hogy így mennyire jön át az, hogy mennyire szépek, de tényleg nagyon-nagyon szeretem őket hordani. Nagyon kellemes a viseletük, nem fájdul meg a fülem tőle, hogyha nincs kedvem valamilyen hangsúlyosabbat hordani, most így a hajamhoz ez jobban passzolt, akkor ezeket szoktam betenni. Aztán felírtam még magamnak ide kedvencként a naptáramat. A TK Maxx-ben vásároltam, ez egy 2019-2020-as naptár. 2019-ben azt hiszem, hogy júliusban kezdődött el, és egészen 2020 decemberig lehet beleírni, lehet használni, úgyhogy ez egy ilyen másfél éves naptár. A bullet journal-nal vegyesek az érzéseim, mert amikor kedvem van hozzá, akkor nagyon-nagyon szeretem csinálni, és nagyon szeretek időt szánni rá, és leülni, és megrajzolni, és megtervezni. Viszont van úgy, hogy nincs is rá időm, és olyankor csak frusztrál, hogy kimarad egy hónap, olyankor utána nem szeretek már ugyanabban a füzetbe írni, amiben egy hónap, vagy akár 2 már kimaradt.
Illetve olyan is van, amikor egyszerűen nincsen kedvem hozzá, hogy neki üljek, és tényleg elpepecseljek így vele. Én annyira nem szoktam ilyen nagyon különleges díszítéseket, meg mindenféle rajzokat csinálni, ahhoz nekem se tehetségem, se türelmem nem lenne. Viszont az a fajta bullet journal, amit megcsinálok, az is beletelik egy ilyen 2-3 órába egy hónapnak az elkészítésem, és ehhez nem mindig van kedvem. És úgy voltam el, hogy oké, szükségem lesz mindenféleképpen egy naptárra, főleg mióta elkezdtem az egyetemet, és ezt megláttam. Nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon praktikusnak tartom a havi felosztását. Ide például fel lehet írni mindig az adott hónapra való teendőlistát, a születésnapokat, különböző egyéb dátumokat, és utána van egy ilyen heti lebontása, ahol pedig minden napra fel tudja írni magának az ember az elintézni valókat, vagy hogy esetleg bevásárolistát is lehet ideírni, nem tudom, lényleg jól ki lehet használni. És azóta nagyon szeretem ezt használni, és tudom, hogy nem kell, nem tudom, milyen kis szetlikre felírnom valamit, mert csak jövő hónapban lesz aktuális, és még nem rajzoltam meg a jövő hónapot, hanem tényleg be tudom tenni a naptáramba, és tudom, hogy meg lesz, és nem fogom elhagyni. Úgyhogy most nekem ez a naptár nagy kedvencem lett. Instagramon nincsen új kedvencem, viszont YouTube-on van 2 olyan csatornára iratkoztam fel, akik ilyen DIY ötleteket mutatnak be és valósítanak meg. Az egyik a The Sorry Girls, őket már egyszer követtem, viszont utána leiratkoztam róluk, mert nem tudom, hogy miért. Én ugye nem tudok angolul, és gondolom, hogy ez volt így annó is a motivációm a leiratkozásra, hogy megelégeltem azt, hogy úgy nézem őket, hogy nem értem a dolgokat. Most viszont megint feliratkoztam rájuk, mert hogy nem kell ahhoz feltétlen túl sokat érteni, hogy tudja az ember követni azokat a lépéseket, amiket ők csinálnak. Illetve Linda Do It Yourself csatornájára iratkoztam még fel. Ő is, ahogy ugye a csatornája nevéből már sejteni lehet, ilyen DIY dolgokkal foglalatoskodik. Mind a két csatornát be fogom nektek linkelni az infoboxba. Szintén a zenei kedvenceimet is megtaláljátok majd az infoboxban. Filmet, sorozatot, könyvet nem tudok most így ajánlani szeptemberben. Gondolkoztam rajta, hogy nem elfelejtettem így valamit, mert hogy azért néztem egy-két dolgot, de nem jut eszembe tényleg semmi. A könyv meg, olvasom most a Hatalom című könyvet, és ez most megint egy olyan olvasmány, ami így szünetelteti az olvasási vágyamat, mert nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e ez a könyv, tudom, hogy sokan odáig vannak érte, én eddig nem igazán kaptam rá így az ízére, viszont nem szeretek könyvet félbehagyni és egy másik könyvbe belekezdeni, úgyhogy most addig, amíg nem veszem rá magam, hogy olvassam tovább ezt a könyvet, addig ilyen szünet van. Viszont egy podcastet tudok nektek ajánlani, méghozzá a Lecsó podcastet, ugye az Urban Eve blogot, még annól, amikor én is blogoltam, akkor követtem. Én így a blogok olvasásáról leálltam sajnos, mert ez egy nagyon-nagyon hasznos blog amúgy, de nem is tudom, azt hiszem, hogy Instán láttam meg, vagy nem tudom már, hogy hol, hogy van ez a Lecsó podcast. Már a neve is nagyon-nagyon tetszett, mert nagyon szeretem a Lecsót, és így belehallgattam, és így az impostor szindrómától kezdve az Angliába való költözésig, a környezettudatosságig nagyon olyan témákat érint Lívia, ami engem is érdekel, úgyhogy a párnacsata mellett nekem ez az a podcast, amit még így szívesen hallgatok, amikor nem tudom, takarítok, vagy amikor éppen úton vagyok valahova, szóval nagyon megszerettem ezt a podcastet is. Igen, azt hiszem, hogy elmondtam mindent, írjátok meg nyugodtan, hogy nektek mik voltak így a szeptemberi kedvenceitek, és nyugodtan ajánlhattok amúgy podcastet is, mármint ilyen hasonlót, mint a párnacsata, meg mint a Lecsó, mert hogy ilyen témában utazom szívesen. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!